Ahogy ez a tévéképernyőjén is látszik, kevesebb mint 60 nap múlva vehetik birtokba a Fejér megyei gyerekek a Tudományos Élményközpontot. Az ECHO innovációs műhely létrehozott egy 300 négyzetméteres oktatóhelyet, ahol a gyerekek játék közben tanulva szerethetik meg a biológiát, a kémiát, a fizikát, sőt még a matematikát is. Lesz itt helye például a kísérletezésnek és a csillagászatnak is. Titkokháza egy természettudományos élményközpont. Ezt az élményközpontot 2017-ben álmodtuk meg az Óbudai Egyetemmel közösen, és a város támogatásával sikerült beadni a pályázatot. 2018. január 1-től indultak a munkálatok, amit látszik itt egy nagy beruházás valósult meg, termek átalakítása, és közben párhuzamosan zajlottak az új pedagógiai tanulmányi terveknek a kidolgozása, úgy mint a matematika, fizika, kémia, biológia és természettudományos óráknak a tematikáját dolgozták ki. Első körben 10 ilyen tematikát sikerült kidolgozni, azon kívül még az élményközpontban beszerzésre kerültek az új innovatív eszközök, amelyek az oktatást segítik majd. Maga az élményközpont 300 négyzetméteren valósul meg. Beruházás, kihelyezett tanórákat lehet megvalósítani, szakköröket, workshopokat, igazi tantermi órákra itt nem lesz lehetőség, ugyanis ez egy élmény alapú oktatás lesz. Ide nem csak a diákokat, hanem a családokat is várjuk, nekik is külön családi napszerű foglalkozásokat szervezünk. Az első ilyen nagy családi nap a nyitórendezvényhez kapcsolódik, ami 2019. február 2-ára kerül megszervezésre. Azt kell még tudni, hogy havonta körülbelül 430 diákot várunk ide foglalkozásra. A programunk 2020. december 31-ig tart, ez alatt az időszak alatt 12 000 diákot kell nekünk bevonni, foglalkozásokkal ellátni, hogy minél szélesebb körben válasszák a természettudományos felsőoktatást, pályákat, minél inkább errefele próbáljuk orientálni őket. A megyében 32 iskolával vagyunk együttműködésben, ez a 32 iskola vállalta azt, hogy részt vesznek a foglalkozásainkon. Foglalkozások nem csak itt a házban valósulnak meg, hanem lesznek olyan kihelyezett órák, amik az adott intézményben, tehát a tanárokat is képezzük, nem csak a diákokat, tehát a kidolgozott tematika alapján nekik is tartunk egy felkészítést, ami január-február környékén kére tervezzük. Hogy kell a gyakorlatban elképzelni, amikor megnyílt ez a központ, akkor hogyan lehet ide bejutni majd, mi lesz ennek a módja? Hát először is két részre kell bontani, mert vannak az együttműködő partnereink, ők ugye kötelezettséget vállaltak arra, és vannak azok a programok, programelemeket, amiket külön szervezünk, úgy mint a családi nap, ami nyitott lesz bárki számára, aki érdeklődik nyáron, a napközis támorok, csak délelőtt zajló napközis táboraink a nyári időszakban, szakkörök, amikre a diákokat várjuk, ami egyéni érdeklődés alapján lehet jönni. Ugye, aki együttműködik, ők vállalták, hogy elhozzák ide a diákokat, itt fogjuk megtartani az órákat, Óbudai Egyetem tanárai fognak oktatni, ők fogják a tanároknak a felkészítését is elvégezni. És hát lesz egy felület, ahova az órákat, a diákokat, az iskolákat mind összehangolva, hogy az ott időpontban, melyik teremben, melyik iskola, milyen foglalkozás, és ki fogja tartani, tehát erre egy külön szoftvert került beszerzésre. Mi mindenben nyerhetnek majd az érdeklődők bepillantást itt a titkokházában? Nagyon sokféle foglalkozás van lehetőség. Robotikába is egy kicsit belemegyünk a kémia labor keretében, kísérleteket lehet végezni, ugye a nyertes pályázat után úgy hirdettük a sajtótájékoztatót, itt lehet kipróbálni azokat a keveréseket, amiket otthon vagy az iskolában nem tudnak a gyerekek
véghez vinni, ugye felügyelet mellett. Van egy fényjelő szobánk, ahol arra van lehetőség, hogy megfigyeléseket tudjunk végezni, csillagászati dolgokat lehet végezni rajta, kísérleteket lehet. És persze vannak olyan VR szemüvegeink, távcsövek, mindenfajta olyan innovatív oktatás segítő eszköz, ami véleményünk szerint, vagy reményeink szerint élvezetése teszik a tanulást. Az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának munkatársai 10 különböző programot dolgoztak ki a természettudományos tantárgyak népszerűsítése érdekében. A cél az élményközpontú tanítás. Túl a középiskolában szokásos tananyagon elsősorban olyan pragmatikus vagy gyakorlatorientált megközelítés lesz a legfontosabb, aminek kapcsán a diákok, reménybeli jövőbeli hallgatóink ezt élményszerűen tapasztalják meg. Tehát egy kísérlet az sokkal többet jelent, mint bármilyen néhány oldal egy könyvbe leírva, és meggyőződésem, hogy ez egy ilyen történet lesz itt. 10 tematika már elkészült, egy picit szemezgessünk belőle, hogy így el tudjuk képzelni, hogy nagyjából milyen foglalkozások lesznek majd itt. Igen, hát kémia, fizika, mérnöki tudományoknak széles területe fogalmazódott meg. Informatikából, robotikából is azok a területek a leginkább megcélzottak, amelyek mostanság fontosak, amelyek kapcsán meg tudjuk szólítani a középiskolás, általános iskolás korosztályt. Miért a kulcs szó az élménypedagógia egyébként? Felsőoktatásban dolgozva azt látjuk, hogy valamikor a kurzusok vége fele tapasztalják meg a hallgatóink azt a aha érzést, amikor meg tudják, hogy amit ideig tanultak, az használható valamire. Az élménypedagógiának a legfontosabb letéteménye meggyőződésem szerint ez az érzés mi hamarabbi megfoghatósága, megtapasztalhatósága a gyerekeknek. Tehát túl azon, hogy megtanulunk egy összefüggést fizikából, ezt tudjuk kapcsolni ahhoz az élethez, amelyet élünk mindannyian. És nagy valószínűséggel ezért csatlakoztak a programhoz elsőként. Nem is volt kérdés, hiszen műszaki karként számunkra ugyanaz a fontos, mint az élmény pedagógiai központ, amit megfogalmazott. A Titkok Háza, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Unió és Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával jön létre. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok én annak, hogy a fehérvári fiatalok, akik a fehérvári általános iskolákba, középiskolákba, felsőoktatási intézményekbe járnak, vagy éppen fiatal felnőttként már dolgoznak, hozzájuthassanak a legkorszerűbb oktatási tematikákhoz, témákhoz, eszközökhöz, és ezt megfelelő környezetben tapasztalhassák meg. Ezért örültem annak, hogy az ECO fölvállalta azt a nagy feladatot, hogy ezt a természettudományos laborrendszert itt a civil központban, a technikaházában, ahogy talán többen ismerik, létrehozzák. Több mint 400 millió forint forrás áll ehhez rendelkezésre. Így tudtuk elérni azt, hogy ez a pályázat Székesfehérváron is megvalósuljon. Európai Uniós forrásról van szó, tehát az uniónak tartozunk ezért köszönettel, de az ECO ez egy nagyon jelentős önerőt biztosított, mert így lehetett ezt a központot kialakítani. Ebből több mint 160 millió forintért megújul teljesen az a tér, a többi pedig abszolút a szakmai tartalomra kerül elköltésre, és látszik, hogy kb. 60 nap múlva pedig nyílik ez az élményközpont, és bizony benne, hogy az Alban Innovár párjaként, a természettudományok tekintetében, de azért elhangzott, hogy társadalomtudományokra is lesz azért ráhatása ennek a központnak, valóban egy nagyon értékes olyan központ alakul ki, ahol úgy kapnak tudást az ide beérkezők, hogy közben azt élvezik, szeretik, és úgy térnek vissza otthonukba, vagy éppen az iskolájukba, hogy ez egy nagyon értékes tudás. Legyen az egy diák, vagy legyen éppen egy felnőtt, éppen egy tanár, de ezt a tartalmat itt a legkorszerűbb technológiával, abszolút 21. századi kérdésekkel foglalkozva ezen a helyszínen meg lehet majd kapni. Köszönet az Emberi Erőforrások Minisztériumának, aki gondolt arra, hogy egy ilyen központrendszer alakuljon ki a városban, és nagyon örülök, hogy a kormányzati döntéseknek megfelelően itt Fehérváron is megvalósul egy ilyen központ. Ezt úgy kell egyébként majd elképzelni, hogy a székesfehérvári iskolások, osztályok tanítási időben vagy azon túl eljöhetnek ide, és akkor részt vehetnek a különböző programokon?
Igen, arra alkalmas a ház, hogy több csoportot is lehet akár egyszerre fogadni, vagy mondjuk egy osztályt több csoportra lehet osztani, és a labortól az előadásokon keresztül a legkorszerűbb technológiával megismerkedve tudnak a természettudományok vonatkozásában plusz tudáshoz jutni, élménypedagógia módszertanával, ami azt fogja jelenteni, hogy élményt fognak itt kapni, talán utána könnyebb lesz az a matek, fizika, vagy éppen kémia óra az iskolában is, hiszen lesz mihez kötni, lesz olyan élmény, amihez az adott tematikát kötni fogják. Talán azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ebben a központban. A Tudományos Élményközpontban lesznek szakkörök, klubfoglalkozások, kihelyezett órák, vetélkedők és versenyek, valamint napközi táborok és családi rendezvények is. Az első ilyen a tervek szerint február 2-án lesz.